Piroska és a farkas. Egyszer volt, hol nem volt egy kislány, akit Piroskának hívtak. Egy kosárnyi finomsággal szeretett volna kedveskedni nagymamájának. A nagyi messze az erdő mélyén élt. Ahogy Piroska bandukolt az erdőben, észrevette, hogy egy árnyék követi. Hirtelen az árnyék megjelent mellette. Egy farkas volt az. Hová mész így korán, Piroska? kérdezte a farkas a nagymamához, akinek a háza az erdőben három nagy töltyfa alatt van. Válaszolta Piroska. A farkas közben azt gondolta, micsoda ízletes kis harapnivaló áll előtte, biztos sokkal finomabb falat lesz, mint a nagymama. Ravasznak kell lennem, hogy elkapjam mindkettőt. A farkas sunyin elküldte a kislányt az erdő mélyére, hogy szedjen a nagymamájának virágot. Eközben a farkas egyenesen a nagymama házához szaladt. Kitárta az ajtót, és egyenesen beugrott a házba. Mielőtt a nagymama bármit is mondhatott volna, a farkas ráugrott, és azon nyomban felfalta őt. A farkas még elégedetten büfögött egy ideig, aztán behúzta a függönyöket, és az ágyba huppant. Magára húzva a takarót, piros kez a csokor virággal a nagymama háza felé igyekezett, várva a találkozást. Mikor a kislány odaért, tanástalanul állt a nyitott ajtó előtt óvatosan belépett a házba, az ágyhoz ment, és megállt mellette. – Ó, nagymama, miért olyan nagyok a füleid? – kérdezte. – Hogy jobban a kicsikém! – válaszolta a farkas nyájas hangon. – Ó, nagymama, miért olyan nagyok a szemeid is? – firtatta tovább piroska. – Hogy jobban lassulok, drágos algom! – felelte a farkas elváltoztatott hangon. – Miért olyan hatalmasak a fogaid? – kérdezte piroska. Hogy könnyebben megehesselek, ordította erre a farkas. Ekkor kiugrott az ágyból, és üldözőbe vette piroskát. A lány megpróbált elmenekülni, miközben kétségbe esve kiabált. Segítség, segítség, farkas, farkas! A falgó, akinek a közelében volt dolga, meghalván a sírást és a szegélykiáltást, rohanni kezdett a házikó felé. A favágó fölénél fogva megragadta az állatot, és így szólt. Végre megtaláltalak, te gonosz farkas, már régóta nyomodban vagyok. Elérte, hogy a gonosz tevé kiköpje a nagymamát, aki megviseltnek tűnt a történtek után, de még életben volt. Ó, nagymama, annyira rettegtem, zokogott Piroska. Soha többet nem fogok idegenekkel szóba állni az erdőben, és nem hallgatok rájuk. A favágó fejbe vágta a farkast, hogy el tudja vinni az erdő mélyére, azóta sincs hír felőle, mert kerüli az embereket. Itt a vége fussel véle.